Kedves gyerekek, fogadjátok sok szeretettel Orgoványi Anikó ünnep című meséjét. A zuzmarás réten innen, az üveghegyen túl, ott, ahol a hegyoldalak puha hótakaró alatt dédelgetik az apró erdőlakókat, szokatlan sürgés-forgás verte fel a délutáni csendet. Cseregve rököttek a madarak, futkároztak az őzek, a szarvasok, még a róka is előbújt jó meleg odujából. Mi történt? Mi ez a nagy felfordulás? Kérdezte Bozanyó, álmosan dörzsölgetve a szemét. Karácsony lesz hamarosan, ettől bojdult fel az erdő népe, válaszolta Fürge a mókus, kidugva fejét a faodvából. Karácsony, karácsony, az az emberek ünnepe, mi közünk van nekünk ahhoz? Mormogta mérgesen Muff, a vadmacska makandúr, miközben megélesítette karmait a fatörzsén. Nagyon is sok közünk van hozzá, kiáltották többen is. Nem hallottál még arról, hogy kis Jézust egy istállónak a jászoljában született, ahol állatok vették körül és melengedték őt a leletükkel, hogy meg ne fázzon? Bizony voltak ott szamarak, lovak, tehenek, birkák és kis bárányok is. Meg kecskék is? Vágta közben meg a hegyi zerge. Na de kik vitték az örömhért messzi vidékre? Persze, hogy a madarak? Csipogta büszkén egy kis Ferém. Úgy bizony, ezért az emberek ilyenkor ránk is gondolnak, és rendeznek nekünk madárkarácsonyt. Megtöltik eleséggel a madáretetőket, és olajos magvakkal gyúrt pogácsákat aggatnak a fákra. A mi etetőink is feltöltik illatos szénával? Vágta rá ez őszmag. Persze, mert nem gondoskodtak a téli betevőkről, szólt le a fáról Fürge a mókus. Bezzeg, ami él és kamánk tele van finomságokkal, nem éheznek a gyermekeink? Most nincs helye a perlekedésnek. Ilyenkor mindenki boldog és együtt ünnepel a szeretteivel. Csitította le a kedélyeket bölcsen Muff, a füles bagoly. Egyszerre azonban szokatlan nyűszítő sírás hallatszott a levegőbe. Honnan jöhet a hang? Kirontja el az ünnepi készülődés hangulatát? Néztek egymásra tanástalanul az erdőlakók. Ekkor az egyik bozó tövében megpillantottak egy csapszott kölyökutyát. Te ki vagy, és hogy kerülsz ide az erdő közepébe? Kérdezték tőle csodálkozva. Vakarcsa nevem, és eltévedtem. Szipogta a kis jövevény. Megfagysz itt a téli hideg éjszakában vastag bunda nélkül. Éhes is lehetsz már, te szegény. Sopánkodtak az erdőlakók. Haza szeretnék menni. Szipogta a kis kutya. Hogyan segíthetnénk rajta? Nézett kérdőn az őzanyú a többiekre. Kára varjunk, minden nap elrepül a falu felett. Kérdezzük meg, nem látott-e valami szokatlan? Javasolta Uffa bagoly. Láttam bizén, egy egész fenyőerdő költözött be a faluba karácsonyfának. Este meg a színes csillagok ragyognak a ház ereszein. Ilyen gyönyörű ti még csillaghullás éjszaskáján sem láttok, válaszolta a varjú. Ne fecsegj itt össze-vissza. Azt mondd meg inkább, nem kereste valaki ezt a kis kutyát? Azt én nem tudhatom, de kérdezzétek meg a cinkét, ő bejár az emberek kertjébe, ott lakmározik minden nap az etetőn. Ahova én járok, ott csak mocos lakik, a kandúr, de kérdezzétek meg a verebeket, azok mindenhova bejáratosak, válaszolta a cinke. Láttunk ma egy kisfiút és egy kislányt, amint szaladtak utcáról utcára, hangosan kiáltozták, vakarcs, vakarcs, majd miután nem találták az elkóboroltat, szomorúan lógórral hazapotorkáltak. Meg tudjátok mutatni, melyik házban laknak? Kérdezte a varjú. Ott mindjárt a falu szélén mutattak egy takaros kertes házra a verebek. Kára varjú arra felé vezette az irányt, leszállt a ház kerítésére. Az ablakból két pirosposgás arcocska tekingetett a nyitott kertkapu felé várakozóan. Ezek a gyerekek biztosan bakarcsot várják haza, és nem lesz boldog ünnepük a kiskutyájuk nélkül. Itt sürgő segítségre van szükség, gondolta Kár, s már fordult is az erdő felé. Besötétedett, mire odaért. Megtaláltam, megtaláltam! Károgta már messziről az erdő lakóknak. Mit találtál meg? Károg már érthetően? Figyelmeztették a többiek. A családot, ahol bakarcs lakik. A gyerekek szomorkodnak miatta, s nagyon várják haza. Akkor gyerünk, segítsünk vakarcsnak hazatalálni, kiáltották szinte egyszerre. Uffa bagoly repült előre, majd ő jól látott a sötétben, és mutatta az utat a többieknek.
Rozi a boz utat vágott a hóban. Az őzek hosszú lábaikkal kitapogatták az ösvényt. Fürge a mókus az ágak közül irányította őket. Minden állat segített valahogyan a hazatalálásban. Végre feltűntek a falu fényei, s a ház nyitott kapuja hívogatóan csalogatta az elkóboroltat. Vakacs, ahogy megpillantotta az ismerős házat, boldogan rohant előre hangos csaholás közben. A hangra kinyílt az ajtó. A gyerekek boldogak kacagással emelték magasba a kis barátjukat. Erre jártál te csavargó, már nagyon aggódtunk érted, rajongták körül felváltva. Vakarcs az ajtóból még vakkantott egyet erdei barátai felé, s azok megértették, hogy ez annyit jelent, köszönöm. Most már kezdődhet az ünnep, a legszebb ajándék, ha mindenki a szeretteik körében lehet, mondta a bolzanyú, s ebben mindannyian egyetértettek. Tetszett a mese?